Ukrajna már megkapta az 1,3 milliárd dollárnyi rendkívüli támogatást a Nemzetközi Valuta Alaptól. A hírt Denis Smiál közölte a Telegram csatornáján. Az összeget fontos szükségletek finanszírozására fordítják. A védelmi képességek megerősítésére, nyugdíjak kifizetésére, szociális programok és a gazdaság támogatására írt a bejegyzésében a miniszterelnök. Mint fogalmazott, az IMF a teljes körű háború kezdete óta összesen 2,7 milliárd dollárt biztosított Ukrajnának. Emellett a közeljövőben egy új speciális program előkészítését kezdik meg, amely jövőre lép életbe.